egy percben beszélni arról, hogy mi történt az elmúlt 25 évben velem, a médiával általában, vagy a Media Hungry-vel, nem egy egyszerű feladat, mondhatnám, hogy Mission Impossible, ezért én arra gondoltam, hogy inkább egy személyes dolgot osztanék meg, méghozzá azt, hogy nekem az egyik legnagyobb élményem a Media Hungry-kel kapcsolatban az volt, hogy ott mindig találkozhattam a színpadok mellett a Baló Gyurival. Én viszonylag sokszor voltam a Media Hungry-n, általában terem-moderátorként vagy kérdezőként, és ami közös volt, hogy abban a kis előtérben mindig volt lehetőség kicsit dumálni. Nekem úgy alakult az életem, hogy mi soha nem dolgoztunk együtt a Gyurival, de azért mondhatom, hogy ismertük egymást, nem volt a barátom, azt is utálom, amikor nagyon sokan azt szokták mondani, hogy ez meg az a barátom volt, mikor ők már nem tudnak erre reagálni. Mi szaktársak voltunk, vagy kollégák voltunk, és iszonyatosan jól esett, hogy lehetett vele akkor mindig a szakmáról egy kicsit dumálni. És mindig emlékszem, amikor mentem be Tihanyba vagy Siófokra, akkor ő bennem volt, hogy majd most megint találkoztatok a Balóval. Hát ugye ez most már nem tud megtörténni, de a Baló Gyuri szelleme szerintem a jövőben is ott lesz a Media Hungry-n, és mindig az előtérben egy kicsit ő is ott lesz még a színpadra fellépés előtt.